Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a YouTube csatornámon! Már egy fashion videót hoztam nektek, amiben meg fogom mutatni, hogy ezt a teljesen egyszerű, fehér, hosszújú, végiggombos inget hogyan tudjuk többféle módon kombinálni időjárásnak, évszaknak megfelelően, hiszen ez egy olyan darab, amit minden időben, minden körülmények között akár sportos outfitre van szükségünk, akár elegáns outfitre van szükségünk, de tudunk úgy kombinálni egy-egy ruhadarabbal, hogy hordható legyen. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok az én tippjeimre, akkor tartsatok velem! Nos, tehát ez az első variáció, amikor így félig begyűrtem a magas szárú farmerembe az inget, a másik fele kint van, és hátul is itt kint hagytam az ingnek a hosszát. Kigomboltam egészen, de így lehet még egy gombot is akár kigombolni, de nekem az már túl sok lenne, sőt vannak, akik idáig kigombolt ing alá nem is vesznek fel semmit, nekem egy ilyen testszínű atléta van alattam. Nyilván minél jobban ki vannak gombolva, annál jobban érvényesülnek akár rétegezett nyakláncaink is. Felgyűrtem az ujját, én többnyire így hordom az inget, ezt a fehér inget, mert valahogy nekem így a legkomfortosabb, de nyilván, hogyha hűvösebb idő van, le lehet hajtani. Ezt a kivágott zarás farmert vettem fel hozzá, ahogy mondtam, ez magas derekú, rövid szárú, és egy nagyon kényelmes zaralófert vettem fel hozzá. Ez szerintem tavasszal egy kis bőrcsekivel, vagy egy vékony szövetkabáttal nagyon jó kis kényelmes, akár irodába menős outfit is tud lenni. Ez lenne a második variáció a fehér ingre, felvettem hozzá ezt a most jelenleg tavaszi szezonban nagyon trendi mellényt, már még nem pont ez a mellény, hanem egyáltalán a kötött mellény trendről beszélek. A kötött mellényem étrendemes, az ingem továbbra is, hát emellett az előbb nem mondtam, ez sínes ing. Alul az infoboxban minden ruhadarabot, amit most megmutatok nektek, és megtalálom a linkét, meg fogjátok találni. Ezzel a mellényes variációval szerintem kifejezetten jól mutat, hogyha nem hagyjuk hosszúra az ingujját, de nem is gyűrjük fel könnyék fölé, hanem valahol a kettő között ilyen alkar középig megoldást választjuk. Ehhez kint hagytam az inget a nadrágomból, tehát elől is és hátul is, ki van fönt gombol, vagy egy-kettő gomb belőle, és a nadrág pedig, amit felvettem hozzá, és szintén egy étrendemes nadrágom, ez a magas derekú, oldalt cipzáros, hátul egy ilyen álzsebbel, kifejezetten olyan nadrág, amit elegánsan vagy akár egy sneakerrel is ugyanezzel az outfittel simán föl lehet venni. Oldalt egy picit föl van sviccelve, a cipő pedig, amit felvettem hozzá, ez a fekete, nagyon elegáns butin cipő, úgyhogy ez lenne a második verzió, ami szerintem nagyon jól tud mutatni egy fehér inggel. Nyilván ehhez is hűvösebb időben föl lehet venni mondjuk egy akár egy bőrcsekit, akár egy vékony szövet kabátot, úgyhogy már is melegebbé tudjuk varázsolni ebben a csodás áprilisi 5 fokos időben. Csak hogy a szoknyát se hagyjuk ki a fehérinkhez, én most egy teljesen klasszikus fekete szoknya fehér variációt hoztam nektek, nyilván bármilyen szoknyát fel lehet hozzávenni, akár színeset, akár egy rövid, akár egy térdigérű farmer szoknyát, gyakorlatilag bármivel lehet kombinálni, ugyanúgy akár sportcipővel, én most egy színes magas sarkú adottam fel ezt a klasszik outfitet, nyilván belehúztam a szoknyába elől is, oldalt is és hátul is, kicsit így kibudjantottam belőle az ingemet, felhúztam a karját könyök fölé, az ing kigombolása pedig továbbra is maradt nálam ez a egy-kettő gomb kigombolva, nekem ez a legkomfortosabb kivágás az ingnek, meg bármilyen más felsőnek. Tehát ez lenne a harmadik variáció, ahogy mondtam, én ezzel a zöld cipővel dobtam fel, de bármivel, lapossal, magassal, színessel, egyszínűvel simán fel lehet venni. A szoknyám az sínes szoknya, ez a plisszírozott térd aláérő, legalábbis nekem térd aláérő fazon, mert nem vagyok túl magas a 162-3 cm-mel. A cipőre nem emlékszem pontosan, hogy ezt honnan rendeltem, de meg fogom keresni és belinkelem nektek ezt is alulra. Ehhez akár egy blézert, mint amit itt láttok mellettem, egy sima fekete blézert is fel lehet venni, hogyha hűvösebb idő van, vagy akár egy rövid derekú, szerintem akár egy motorosabb fazonú bőrcseki is elmegy hozzá, hogyha egy plusz rétegre van szükségünk, mert mondjuk hűvösebb az idő.
Szokja után jöjjön egy rövid nadrágos verzió. Ezt is, ahogy az összesnél elmondtam már nektek, ezt is lehet magas sarkúval, egy sneakerrel, lapos szandállal, bármilyen kombinációban hordani. Amit én most felvettem, ugye maradt az ingem, végig kigomboltam az egészet, és alul megkötöttem kétszer ilyen kis görzsfélére. Alatta van a testszínű atlétám, nyilván lehet alá venni csak egy toppot is, vagy bármilyen színű fekete vagy fehér atlétát, szerintem bármivel jól néz ki. Felhajtottam könyök felé, ez nekem a kedvenc hosszam. Ez a rövid nadrágom szintén sínes, korábbi fashion videómban már láthattátok. Ezt véletlen kényelmes, már alig várom, hogy lehessen hordani, legyen olyan jó idő. Ehhez alapból van egy megkötő, viszont én azt kivettem belőle, hiszen ha az inget is megkötöm, mert még azt is megkötném, az már itt túl sok masnyi görcs lenne a hasrésznél, úgyhogy azt kivettem belőle, és csak az inget kötöttem meg, és ez így akkor felugrik hátul ilyen kis derékigérő fazonra. Szerintem nagyon jól tud kinézni, egy picit már ilyen bícses hangulatot lehet varázsolni az ingünknek. Én magas sarkú szandált vettem fel hozzá, ezt a kígyó mintás színes szandálomat, de ahogy az előbb említettem, bármit fel tudunk hozzáhúzni, és várjuk a jó időt. És akkor elérkeztük a legutolsó, vagy szerintem a legklasszikusabb ing viseleti formához, amikor felvettem hozzá ezt a darás hosszú derekú zakómat, alá egy leggingset, és egy sportcipőt, nyilván, ahogy mondtam az összes outfitnél, ehhez is lehet akár magas sarkút is felvenni, hogyha elegánsabbak szeretnék lenni, de gondoltam, megmutatom nektek, hogy így egy sportcipővel is szerintem elég elegáns tud lenni egy zakó fehér inges outfit. A galériát kitettem ide kívülre a zakó galériára, a kigombolás az maradt ugyanúgy, ahogy eddig, behúztam elől és hátul is teljesen az inget a leggingsbe, és egy kicsit kibudjantottam, úgyhogy ez lenne az utolsó variáció. Kényelmes is, elegáns is, erre még pluszban lehet kabátot felvenni, de például már most majd megsülök ebben a zakóban, ez elég meleg is, úgyhogy jobb időben, hűvösebb időben szerintem tök jó kis alapöltözés.